Rákosi elvtársat belökni a Dunába. Mert egy zsarnok, aki csak ártott a népnek. De nekünk az iskolában azt mondták, hogy ő a nép barátja. De. Nem kell mindent elhívni, amit az iskolában mondanak. Ti mi a fenét kerestek itt? A tata mondta, hogy megmutatja a forradalmat. Ezt mindenkinek látnia kell, ez történelem. Ez csak egy felvonulás. Hallottuk, hogy ledöntik a Sztálin szobrot. És a tata megengedte, hogy lepisíjem. Tata, nehogy oda vigye a gyereket, menjenek már haza. De Nagy Imre beszélni fog. Ő a barátnőd? Nem, el is veszünk. Összeházasodtak. Anya tudja ezt? Szó sincs róla. Miért nem? Csak azt akarják, hogy hazamenjünk. Hát, az leshetik. Gyere itt! Nagy Imre! Nézd, Gorgy! Itt a csillagos ég! Társak! Most mi baj van mindenkinek? Mi már nem vagyunk elvtársak. Akkor mik vagyunk? Szabad emberek. Te, én például Ámos. Minden nagyra becsülésem a demokratikus Viki! Magyar ifjúságé. Gyertek a rádióhoz! A küldöttségünk beolvastatja a 16 pontot. Menjünk! Gyerünk! Városulnia kell a józansággal. Mi is menjünk? Nem. De nem. Nyomás haza. De én veled akarok menni. Késő van. Nézd csak, ez a tiéd. És vigyázz a tatára. Tudod. És rendben, fegyelmezetten vegyünk búcsút egymástól. Dehogy nincs. Nem értem. Most kezdődik az élet. Rohadt Ámosok. Ámos disznók! Ámos disznók! Ámos disznók! Ámos disznók! Ámos disznók! Ámos disznók! Tökéljük meg! Tökéljük
Get it.